Egy éve indult a Fiók Ifjúság Segítő Központ Moson-Magyaróváron. Az intézményt azóta fiatalok is felfedezték maguknak. Naponta körülbelül 30-an használják ki a klub nyújtotta lehetőségeket. Sokan jönnek be csocsózni, pingpongozni vagy internetezni. Van, aki a barátok miatt jár le ide, és van, akit a programok sokszínűsége vonzott. Igazából 6 éves kortól 48 éves korig is simán el lehet itt lenni. Azt is szeretek ide járni, mert sok barátom van, és itt új barátokra lehet itt találni. Az általános iskolások számára minden délután különböző foglalkozásokat tartanak. Van itt leckeíró műhely, de a bütykölő szakkör is nagyon népszerű. A gyerekek sokszor maguktól bejárnak, mert jól érzik itt magukat. Nagyon jó, hogy foglalkoznak velem, hogy tudok velük tanulni, meg szerdánként vagyunk barkácsolás, mert tényleg nagyon jókat szoktunk barkácsolni. A szórakozás mellett a komoly dolgokra is van lehetőség. A klub saját szakembereit bátran kereshetik a fiatalok bármilyen problémával, mondja Csendes Ibolya, a Családsegítő Központ vezetője. Több mint 5000-szer keresték már fel a Fiókot a 12-29 éves korosztályból a fiatalok, és nagyon sok esetben tanácsadást is vettek igénybe, jelent ez pénzügyi tanácsadást, munkavállalási tanácsadást, vagy akár jogászi segítséget, vagy pszichológus segítségét. A klub munkatársai a továbbiakban is folytatják a programokat, tanácsadásokat, és főbb céljuk között szerepel, hogy a moson-magyaróvári fiatalokkal megismertessék a szociális munka fontosságát.